Augusztus 21-e van, érőfélben van a Viktor. Ez egy orosz fajta, nagyon dekoratív, halvány rózsaszín, óriási bogyókra és fürtökre képes. Tavaly oltottam, hozott jó néhány fürtöt, nem egyformák, és nem egyformán termékenyültek. Eléggé laza, alacsony bogyószámmal. A kisebb bogyók, ugyanúgy, mint a többi fajtán, mag nélküliek és nagyon finomak. Nagyon ígéretes, szép fajta. Megmutatom a másik oldalról is. Ez a déli oldala ugyanannak a tőkének. Engedtem a lombozatot is, mivel nagyok a fürtök és a bogyók, hát több tápanyagra van szükség. Ez a lombozata nagyon szép, egészséges. Nem igen bántotta semmiféle betegség. Ezeken a kis bilingeken, kicsi fürtökön látható, hogy milyen óriási bogyókra képes. De a nagy fürtökön is vannak hatalmas bogyók. Itt is van egy. És itt is. Mivel nagyon tetszik nekem ez a fajta, idén is oltottam belőle egyet. Ezt is megmutatom. Ez tehát egy idei oltás. Gyönyörű fürtöket hozott. Kettőt. Itt van az egyik oltás, és itt van a másik. Nagyon szép, több méteres mindkét hajtásnak a növekedése, meg vagyok vele elégedve. Bízom benne, hogy szépen beérik ez a két fürt. Van még idő, bőven. Jövőre már teljes értékű termést hozhat szerencsés esetben. Eltelt egy kis idő, augusztus utolsó napja van. Nagyon szépen tartja magát a Viktor. Nem reped, pedig volt eső is, és nem bántják a darazsak, illetve a bogarak sem. Még tovább vizsgálom, meddig tartható tőkén. Színe nem lett sötétebb, maradt ilyen halvány rózsaszín, talán egy kicsit sötétedett. Íze változatlan, vagyis finom. Szeptember 18-a van már, úgy tűnik, hogy jól bírja a csapadékot. Tegnap előtt összesen volt 26 mm csapadék, előtte egy hete 18 mm, tehát volt víz bőven, igaz, hogy védtem is ezzel a sapkával. Sokkal szebb fürtöket hozott tulajdonképpen, mint a tavalyi oltás. Tömöttebbek a fürtök, nagyobb bogyószámmal. Ez a fele, ugye még nagyon világos, ezért fordítunk egyet a fürtön. Legalábbis megpróbálnom.
Szeptember 25-e van már, az esők után most nagyon szépen kisütött a nap, szépen színesedik az idei oltás. Nyilván néhány évnek azért el kell telni, hogy ezek az oltott tőkék a fajtára jellemző méretű fürtöket és bogyókat produkálják. Kiváló fajta, nagyon bízom benne, hogy a következő években ezek az oltott tőkék szép termést, mutatós fürtöket és nagy színes bogyókat hoznak majd.